Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti lista vezetője az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Európai jogokat, európai béreket, Európa közepén. Ez áll a plakátjukon. Európai bérek arat, pontosan mit értsünk? Európai jövedelmeket, tehát nem kifejezetten olyan fajta bérekre kell itt gondolni, hogy adottnak vesszük, hogy a magyar ember az arra jó, hogy összeszerelő üzemekben 60 ezer forintért teljes munkajogi jogfosztottságban dolgozzon, vagy éppen valamelyik külföldi tulajdonú vagy magyar tulajdonú nagy áruházláncban szintén munkajogi jogfosztottságban kevés pénzért dolgozzon, hanem meg kell csinálni azt a felülről irányított polgárosítást, amit már rendszerváltáskor el kellett volna kezdeni, ha nem már akkor is az Európai Uniós csatlakozásra készülünk. Mit értek ez alatt, hogy kisvállalkozásokat, családi vállalkozásokat kell támogatni, hogy ott az emberek méltóságteljes munkát adjanak saját maguknak, esetleg családtagjaiknak és másoknak, illetőleg a mezőgazdaságot és a vidéket kell olyan helyzetbe hozni, hogy az emberek gazdák meg tudjanak élni, ami sok embernek ma is kívánatos életforma lenne vidéken, hiszen ez a természetes falusi vidéki életforma, ott lehet hozzárendelni ugye élelmiszerfeldolgozást és a többi. És a multicégeket pedig rá kell kényszeríteni arra, hogy egy magyar dolgozó ugyanannak a külföldi vagy multicégnek a magyar telephelyén ne kereshessen ötször kevesebbet, tehát ne kereshesse ötödét annak, mint amit Németországban vagy Ausztriában. Ha nem bért veszünk, hanem jövedelmeket, akkor azt is bele kell számítani, hogy milyen az átlagos álszínvonal az adott országban? És azt kell valahogy kiegyenlíteni? Hát igen, Magyarország esetében ez nem jelent különösebb változást a megközelítésen, hiszen nagyon-nagyon hasonlít az álszínvonal. Hát nem vagyok közgazdász, úgyhogy nem tudom, hogy a számok mit mondanak, de ugye én ugye Magyarországon élek, és csak hát vendégségben megyek külföldre, de azért elég sokat látok ahhoz, hogy azt tapasztaljam, hogy nincsen olyan óriási különbség. Van olyan európai ország, amelynek a jövedelmi színvonalát azt Magyarország számára kívánatosnak tartaná? Csak hogy tudjuk mihez viszonyítani, hogy mit nézzünk példának. Hát én azt gondolom, hogy abból kellene kiindulni, ami most van. Tehát én azt látom, ami most van, hogy az emberek nagy része totális nyomorúságban él, tehát ehhez képest csak felfelé vezethet út. De hát gondolom, hogy például egy Európai Unióban, ahol 28 tagállam van, amelyek elvileg egyenrangúak, mondjuk a szomszédos Ausztria ugye elég közel van ahhoz, és az adottságaink is hasonlóak, hogy ne kelljen olyan távolinak lenni az ottani jövedelem színvonalnak, de hiszen ezt ígérték 10 évvel ezelőtt, amikor csábították be a magyar embereket az Unióba, ugye, hogy ott Bécsbe lehet majd cukrászdát nyitni, meg egyáltalán az osztrák életszínvonalat fogja Magyarország megközelíteni. Hát azt látjuk, hogy ebből mi lett. Látják azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenni ahhoz, hogy akkor kiválasztottuk az osztrákot, az a jövedelmi színvonal megtermelhető legyen Magyarországon? Ahogy mondtam, a polgárosodás az egyik dolog, tehát a kisvállalkozásoknak a támogatása, helyzetbehozása, ugye most látjuk azt, hogy a kisvállalkozók helyett a külföldi cégeket, multicégeket támogatja a magyar állam kezdettől fogva, tehát tulajdonképpen a rendszerváltozás pillanatától fogva, illetőleg, hát ahogy mondtam, a vidék vonatkozásában a magyar föld megtartása lenne az első parancs, ugye a magyar föld magyar kézben tartása, illetőleg a nem oligarchák kezében tartása, mert ez a jövedelemszerzésnek egy alapvető feltétele, tehát hogy normális jövedelmekről beszélhessünk. Meg hát nyilvánvalóan kellene egyfajta nemzeti szuverenitást visszanyerni, magyarul, hogy legyen önálló magyar gazdaság, és ne teljesen függőségben éljünk. Az első fordulatnál, a kisvállalkozók támogatásánál ezt valamilyen állami forrásból képzelik el? Hát mondjuk úgy képzelnénk el, hogy ne legyen korlátlan folyamatos beáramlása a külföldi áruknak egyik vonalon, tehát a Európai Uniós áruk szolgáltatások szabad áramlása alapján, ugye ez a folyamatos gombamód szaporodása a külföldi üzleteknek és áruknak, amivel nem tud a magyar kisvállalkozó versenyezni, másrészt pedig ugye a távol-keleti áruk is a dömping jellegük és olcsóságuk miatt szintén nagy
problémát jelentenek. Másrészt pedig ugye azokat a pénzeket, amiket most például a munkahelyteremtésre, meg egyéb módon a nagy vállalatok, nagy külföldi cégek kapnak, azokat kellene nyilván átcsoportosítani. Tekintettel arra, hogy a vállalkozáshoz való jog, az, ha úgy veszük, egy emberi jog is. Meg egyáltalán hát közös európai értékekről beszélünk. Mik azok a közös európai értékek? Ugye polgári demokrácia. Hol van itt a polgárság, amitől polgári demokráciáról beszélhetünk. Óriási szakadék keletkezett a nagyon gazdag emberek és a nagyon szegény napi gondokkal küzdködő emberek között. Ennek köze nincs az európai értékekhez. Ha megállítanák a multinacionális cégek által behozott áruk terítését, meg a távol-keleti importot, ami nagyon olcsó, azért veszük, akkor ezeket a termékeket hogy termelnénk meg itthon? Én feltételezem, hogy Magyarországon mindent, vagy hát sok mindent meg tudnának termelni, hiszen nincs ugyan nosztalgiám az államszocializmus vagy kommunizmus iránt, de hát ezért Magyarország előállított világszínvonalú autóbusz, előállított, ha tetőtől talpig nézzük az embert, akkor volt ugye kalapgyár, ruhagyár, cipőgyár, táskagyár, és a többi, tehát nem gondolnám, hogy a magyar ember vagy Magyarország képtelen lenne arra, hogy produkáljon valamit, hogy előállítson valamit. Tudnának találni olyan embert, aki hajlandó volna dolgozni azokban a gyárakban, amelynek a konkurenciájában távol-keleten a magyar bérek töredékért állítják elő azokat az árukat, amiket utána ide behoznak, és mi megvesszük? Nem mondtálok? Hát itt két különböző szemlélet áll szembe egymással. Az egyik a kizárólag pénz és profit központú gondolkodás, amik mindig csak azt nézi, hogy a pénz és a profit szempontjából mi a jobb döntés, a másik pedig az ember központú és közösség központú szemlélet, amelyik abból indul ki, hogy mi a jó az embereknek. Tehát azért az emberi méltóság is egy alapvető európai érték, és Magyarországon a rendszerváltozás óta soha nem kérdezték meg azt, hogy tulajdonképpen mit fognak itt megélni az emberek. Tehát nem lehet csak versenyképességben, csak minél nagyobb profitban gondolkodni ugye a kevesek számára. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy Jézus Mária, mi történik, hogyha emelik esetleg a jövedelmeket, a munkavállalóknak a jogait bővítik, mert akkor odébb áll majd a tőkés, és máshova viszi a cégét, mert akkor harmadik világbeli országokkal kell versenyeznünk, és úgy gondolom, hogy Magyarország nem harmadik világbeli ország akar lenni, hiszen akkor miért léptünk be az Európai Unióba? De azt mondja, hogy nem szabad mindig a pénzben és profitban gondolkodni, de hát pont az a csoport, amelynek a megsegítését az első helyen említette, ez a kis és középvállalkozások, mi másban gondolkodnának, mint pénzben és profitban? Azért csinálják, nem? No, igen, és hát normális megélhetésben, tehát az normális emberi színvonalú megélhetésben, és abban, hogy például a saját államuk ne folyamatosan úgy kezelje őket, mint hogyha bűnözők lennének. Ugye, hogyha kisvállalkozókkal beszélek, én nagyon sokat beszélgetek kisvállalkozókkal, munkavállalókkal, gazdákkal, falusi emberekkel. Kisvállalkozók arról számolnak be, hogy állandóan úgy érzik, mintha ellenségnek tekinteni őket a saját államuk, a saját hazájukba. Folyamatosan mindenféle ellenőrzéseknek vannak kitéve, különböző nehézségeknek teszik ki őket, lásd pénztárgépügy, és a többi. Egyébként ez is egy nagyon komoly különbség a nyugat-európai országok, tehát az úgymond régi EU tagállamok és Magyarország között az állam és az állampolgár viszonya. Tehát az is egy európai érték, hogy egy európai demokráciában nem az állam ellenőrzi a polgárát, hanem a polgár az államot, és az állam van a polgáráért, és nem fordítva. Azt gondolom, hogyha azt a kicsi kivételezett réteget, aki az elmúlt 25 évnek, meg ennek az Európai Uniós csatlakozásnak, meg egyáltalán annak, ami most van, a haszonélvezője, tehát őket kivéve, az emberek túlnyomó többsége nem ezt érzi. Tehát ilyen szempontból sem valósult meg az európai értékekre alapozott élet Magyarországon. Biztosítani az állami bevételeket, ha a vállalkozókat, mindet, az adóhivatal, meg mondjuk az élelmiszertermelőket, az élelmiszerbiztonsági hivatal nem ellenőrizné rendkívül szigorúan. Ki szeret adót fizetni? Természetesen szükség van mondjuk az élelmiszernek az ellenőrzésére, de ha
szerkesztő úr az előbb Ausztria példáját mondta, hogy átmegyünk, vagy hát erre ezt említettük. Ha átmegyünk Ausztriába, és összehasonlítjuk egy ottani településnek a vállalkozóit, az életét egy magyarral, tehát azt, hogy ott azért megél a panziós, az étterem, a cukrász, a fodrász, a különböző kisvállalkozók, szolgáltatók, és nem érzi úgy, hogy folyamatosan terrorizálják őt, tehát le is dobná magáról azt az államot, amelyik folyamatosan terrorizálja, hiszen arra szocializálják csecsemőkora óta, hogy ő egy demokráciában él, ahol neki jogai vannak, és ahol az állam nem arra van, hogy őt folyamatosan korlátozza és terrorizálja, és nyilvánvalóan így létrejön egy olyan fajta szolidaritás, és egy olyan fajta közjó központuság, hogy az emberek fizetnek normálisan ad. És amíg mi nem fizetünk normálisan adót, addig meg lehet csinálni ezt a fajta idézőjeles lazítást? Igen, én úgy gondolom, hogy az embereket el kell kezdeni méltósággal rendelkező személyekként kezelni, és véget kell vetni annak, hogy potenciális bűnözőnek tekintenek mindenkit, kivéve azt, aki tényleg az, mert ővelük szemben viszont, ahogy járom a vidéket, azt tapasztalom, hogy nem nagyon járnak el, hiszen ugye régi tagállamok képviselői számára meglepő, amikor én arról számolok be, hogy mondjuk a kisgazdaságok leépülésének, nehéz helyzetének az is az egyik oka, hogy korlátlan a bűnözés, a terménylopások, jószáglopások, mezőgazdasági felszereléseknek az ellopása ott érdekes módon nem avatkozik be olyan mértékben az állam, mint ahogy kellene. Milyen európai értékrend és milyen európai élet az, ahol az emberek teljes mértékben kiszolgáltatottak a bűnözésnek, és az emberek életének a mindennapjainak a részévé vált a bűnözéstől való megalapozott félelem. Ha sikerülne, ahogyan az ön tervében szerepel, mondjuk egy osztrák színvonalra emelni a jövedelmeket azzal a módszerrel, amit ön említett, akkor előbb-utóbb a közszolgáltatásokat is ilyen színvonalra kellene emelni, és az ott dolgozók bérét is annyiból kéne emelni. Hogy hát én gondolom, hogy nem természetes dolog a szerkesztő úr, hogy most én például 3 napon át tartottam a családon belüli erőszakról egy képzést szociális munkásoknak, gyermekvédelmi szakembereknek, akik hát hihetetlenül nehéz és veszélyes testet, lelket próbáló munkát végeznek havi 100 000 forintért. Tehát gondolom, hogy nem maradhat ez így sokáig. Én nem vagyok gazdasági szakember, hallottam tegnap a remek műsorukat Perzné Gál Ildikó nagyra becsült képviselőtársnőmmel, aki gazdasági szakember, ővele gazdasági dolgokról beszélgetett, tehát abban bízom, hogy mi is a saját szakterületemről, az emberi jogokról fogunk elsősorban beszélgetni. És a hátam mögött az szerepelt, hogy európai béreket, európai jogokat és a jogokról is fogunk beszélni Európa közepén. Csak szeretném megérteni azt a mechanizmust, amivel eljutunk ezekhez az európai értékekhez, jogokhoz és bérekhez. Én meg azt szeretném megérteni, hogy 10 évvel az Európai Uniós csatlakozásunk után, hogy ez még mindig olyan nagy kérdés. Tehát hogy még mindig ott tartunk, hogy 100 000 forintot keres a szociális munkás, hogy még mindig ott tartunk, hogy 60 000 forintért és teljes munkajogi jogfosztottságban egyik napról a másikra utcára tehetően dolgozik a magyar ember. Tehát én inkább ezen csodálkozom. Tehát ez a rendkívüli, nem az lenne a rendkívüli, hogy egyenjogú egy Európai Uniós tagállamként elkezdünk valamennyire közeledni az Európai Unió átlagához. De ön ezen csodálkozhat? Ön döntési helyzetben van ezen. Én csodálkozhatok. Nem vagyok döntési helyzetben, én csak kérdezhetem az ön megoldásait. Mi az ön megoldása erre? Mire pontosan? Hogyan hangzott? Hogy még mindig azon csodálkozunk, hogy nincsenek európai színvonalon a béreink. A megoldás az ön kezében van, ezzel kampányolom. Önt kell kérdeznem erre. Hát adná Isten, hogy az én kezemben legyen a megoldás. Hát ha nem lenne, ahogy mondtam, nyilvánvalóan, tehát Magyarország csodálatos adottságokkal rendelkező ország, remek termőföldünk van, szép tájaink vannak, okos, tehetséges emberek, akik közül ugye 5-600 000 már sajnos elment az országból, és közülük nagyon sokan nagyon jól megállják odakint a helyüket, tehát jól képzett emberek vannak Magyarországon, és hogyha egy kicsit több önállóságot kapna a magyar gazdaság, meg hogyha nem lenne ekkora a korrupció, és nem abból állna az élet, hogy a gazdasági hatalom összefonódva a politikai hatalommal folyamatosan fosztogatja a nemzeti vagyont. Ugye ez elkezdődött a rendszerváltáskor, amikor leprivatizálták a nemzeti vagyon körébe tartozó üzemeket, gyárakat, szétverték a termelőszövetkezeteket, lenyúlták a földet, és folytatódik mind
mai napig, amikor is a politikai elit ugye kard-karba öltve osztogatja egymás között a pénzeket, pozíciókat, különböző ugye pályázatokat, állami megrendeléseket és a többi, tehát egy politikai változásra is szükség van ahhoz, hogy, hogy alapvetően egy emberközpontú társadalom jöjjön létre Magyarországon. Azt is említették, hogy az államadósságot is újra kell tárgyalni, ez az európai parlamenti kampányoknak is hangsúlyos része, mert hogy az országgyűlési kampányoknak nagyon is az volt, a programjukban is szerepelt, Móna Gábor elnök is részletesen beszélt itt erről. Igen, természetesen ez folyamatosan a Jobbiknak, amelyeknek ugye én nem vagyok tagja, de kétségtelenül én vagyok a listavezető, folyamatosan az újra tárgyalás a programjában szerepel, és én személyesen is nagyon fontosnak tartanám, hiszen így ilyen adósságteher alatt gyakorlatilag nagyon nehezen fog tudni Magyarország felemelkedni, ezt mindenki pontosan tudja, és tudomásom szerint úgy igazán még nem is fogtunk ebbe bele egyfajta ilyen újratárgyalásba, tehát talán ki kellene próbálni, hogy milyen pozíciókat tudunk elérni, és határozottabbnak kellene lenni abba az irányba, hogy, hogy emberhez méltó életet élhessenek Magyarországon, amihez viszont kell az, hogy ne legyen ilyen óriási az államadóság, amit minden egyes ember, minden egyes család folyamatosan cipel a hátán. Kivel szemben, kivel kapcsolatban kellene pozíciót építeni, ha az államadósság újra tárgyalásáról van szó? Hát ez megint csak a gazdasági szakemberek tudják, akik bőséggel vannak a Jobbikban, hogy pontosan kik is a mi hitelezőink, bár ez ugye egy érdekes kérdés a laikus számára is, hogy az egész világban olyan sok az eladósodottság, és akkor most pontosan ki kinek tartozik, hogy jöttek létre ezek a bonyolult szövevényei az adósságoknak, tehát ez egy érdekes kérdés, de hát nyilván kellene egy térképet készíteni arról, hogy most akkor pontosan kiknek is tartozunk, és el kellene kezdeni az újra tárgyalását. Mindenkivel szemben? Aki Magyarország kitelezője, az készüljön arra, hogy újra tárgyaljuk vele az adósságot, ha olyan helyzetbe kerülünk? Miért ne készülne? Hát arra gondoltam, hogy a magyar államadóság egy jelentős része magyar magánszemélyek tulajdonában van, állampapírokat vettek. Ők készüljenek arra, hogy az állam egyszer azt mondja, hogy jó napot, tárgyaljuk újra. Nyilván nem erről van szó. Nyilván a különböző bankoknak történő eladósodásról beszélek, illetőleg azokról a nemzetközi szövevényes láncolatokról, amiket én nem látok át, tekintettel arra, hogy emberi jogokkal foglalkozó jogász vagyok. De azt hiszem, hogy nem én vagyok az első, és nem is a Jobbik az első, aki én szerintem már a rendszerváltozás pillanata után is nemzeti érzelmű erőknek jelentős része követelte azt, hogy újra kell tárgyalni az államadóságokat, és akkor az annyira logikusnak tűnt, hogy gondolkodó ember számára, hogy ugye a kommunizmus alatt eladósodtunk, aki egy ilyen ügyletet kötött, az nyilván hát számolhat azzal, hogy ha volt egy rendszerváltás, akkor újra kell rendezni ezeket a sorokat. Aztán, hogy azóta hogy is volt ez a súlyos eladósodás, az már azt gondolom, hogy akár az igazságtétel és az elszámoltatás körébe is tartozhat, hogy milyen alapon hoztak ilyen döntéseket, és milyen alapon züllesztették le ilyen szinten a gazdaságot. Én mindig az emberek, tehát én jogászként is, politikusként is olyan módszerrel dolgozom, hogy nem a makroszámokat nézem, részben azért, mert ahhoz nem értek, részben azért, mert úgy látom, hogy azok nem sokat mondanak, mert mondanak itt mindenféle olyan makroszámokat, amelyek alapján, hogyha én elmegyek Borsodba, vagy elmegyek Dél-Somogyba, akkor paradicsomi állapotokat kellene látni, és ehhez képest nagyon-nagyon nyomorúságos helyzetben lévő embereket látok. Tehát ha az embereknek a perspektívájából nézem, akkor azt gondolom, hogy végre olyan döntéshozóknak, akik emberközpontúan gondolkodnak, és akik a magyar emberek és a kis emberek, tehát nem a nagy tőkések és a bankároknak az érdekeit nézik, össze kellene ülni, és egy stratégiát csinálni arra, hogy hogyan lehet felemelni a jelenleg nyomorúságban élő embereket. De ön, mint emberközpontúan gondolkozó politikus, visszaemlékszik arra, amikor Megyesi Péter megemelte a tanárok bérét, majd az államadóságunk az egekbe szökött, akkor melyik volt a jó döntés? Az, hogy megemelte, nyilvánvalóan az embereknek szükségük volt rá, de
felrobbant az államadósság. Jó döntés volt, vagy nem? Hát azt gondolom, hogy folyamatosan nyilvánvalóan rossz döntéseket hoznak Magyarországon is, meg Európában is, hiszen az Európai Unió is válságban van, gazdasági válságban is, Görögországban sorra lesznek öngyilkosok emberek, Portugáliában, nem tudom én, csecsemők halnak meg, mert olyan állapotok vannak a kórházban, Magyarországon úgyszintén nyomorúság van, hát akkor ez nyilvánvalóan annak köszönhető, vagy annak is köszönhető esetünkben, hogy 25 éve a rendszerváltozás óta egyrészt az embereket soha meg nem kérdezték, hogy tulajdonképpen milyen országot szeretnének, az akkori politikai elit, ahogy mondtam már, lenyúlta a vagyont, egymás között elosztogatta, és hozzák sorozatban az olyan döntéseket, amit állítólag nagyon nagy szakemberek hoznak, tehát én, ugye ahogy mondtam, én nem vagyok gazdasági szakember, és csak hallgatom, hogy ilyen furcsa technokrata nyelven számokkal dobálóznak, meg összefüggésekkel ugyanazok az emberek 25 éve, és nem értem, hogy ha akkora szakemberek, akkor hogy lehet, hogy mégis ilyen nyomorúságos helyzetbe került az ország, illetve hogyha az Európai Unión belül is olyan fantasztikus szakemberek dolgoznak a gazdasági döntéseken, akkor mégis hogy lehet, hogy idáig jutott az Unió? Ezt láttam az Európai Unióban belülről, amikor a görögök majdnem falnak mentek, mert felmerült, hogy nem akarják visszafizetni az állampapírjaikat, vagy nem tudták. Érdemes ezzel kísérletezni? Nekünk? Amikor még egy mondatban említeni is őket, velünk óriás kockázata van. Az államadóság leírása, újratárgyalása az ezt jelenti, nem? Megint csak mondom, egy értékrendet tudok közvetíteni, és egy értékrendet tudok képviselni ebben a beszélgetésben is, itt Magyarországon is, és az Európai Parlamentben is. Ezzel az értékrenddel összeegyeztethetetlen az, ami most van. Az a döbbenetes szóródása a vagyonoknak, ahol ugye sok milliárdos van, és nagyon-nagyon nyomorúságban élő emberek, ez így tarthatatlan. Én nem a mindenáron való profitnövelés és növekedés és hasonlóknak a szlogenjeit mondom, hanem azt, hogy muszáj lenne a gazdasági döntéshozóknak olyan értékrend alapján állni, hogy fel lehessen emelni ezt az országot, és hogy alapvetően az emberi méltóság követelményeinek megfelelően élhessenek emberek. Én ennyit tudok mondani. De ha nem a növekedés, a felemelkedés záloga, akkor micsoda? A növekedés olyan határokkal, hogy egyrészt az igazságosság követelményeinek megfeleljen, másrészt pedig az emberiesség követelményeinek. Mondok egy példát, most ugye nagy téma a mezőgazdaság és a földkérdés. Ugye itt mindig arra szoktak hivatkozni, hogy gazdasági szempontból hatékonyabb a nagy birtok, ezáltal ugye a növekedést is jobban segíti, csak hogyha az emberközpontú gondolkodás szemüvegén keresztül nézem, akkor viszont ezek a nagybirtokok, legyen az akár külföldi által birtokolt, akár mondjuk magyar bankárok által birtokolt, ahogy most van, hogy nagyon-nagyon sok földterület van, ugye ilyen oligarcháknak a kezén. Ez lehet, hogy egy mainstream gazdasági szemlélet alapján gazdaságilag hatékony, profitábilis és a többi, csak éppen az embereknek nincsen munka ott a vidéken, és ugye borzasztóan igazságtalan az Európai Uniónak a támogatáspolitikája és ez a hektár alapú támogatás, amely alapján pusztán azért, mert valaki ilyen-olyan úton ugye megszerzett hatalmas földterületet, ezért már óriási pénzösszegeket kap. Hatalmas gépekkel dolgozik, monokultúrás termelésben, nagyon kevés munkaerőt foglalkoztat, és ott vannak egész falvak munkanélkül. Tehát ez egy példa arra, hogy lehet, hogy a fősodratú gazdasági szemlélet szerint ez helyes, mert így lehet több profitot elérni, bár ezt is nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy még ez sem igaz, mondjuk a mezőgazdaság vonatkozásában, de mégis embertelen, és mégis igazságtalan. Mit kezdenének azokkal a nagy munkaadókkal, amelyek bejöttek Magyarországra, és amiket multiként szoktunk emlegetni a közbeszédben, meg luxus autógyártóként. A országgyűlési kampányban Volner János mondta, hogy például őket nem kéne támogatni. Európai Uniós kérdés, ezek tagállami vállalatok.
Igen, hát nyilván ugye elő kellene írni azt, hogy, hogy magyar beszállítóik legyenek, elő kellene írni azt, hogy, hogy normális munkakörülményeket biztosítsanak. Ugye az Európai Unióban elvileg azonos munkajogi védelem illeti meg a 28 tagállamnak a munkavállalóit. Ehhez képest hát katasztrofális állapotokról számolnak be a munkavállalók, teljes munkajogi jogfosztottság. Pont ugyanolyan, mint bárhol máshol. A saját vállalatuknál. Hát azt kétlem, erről talán meg kellene kérdezni a munkavállalókat, tehát a ténylegesen ott dolgozókat. Egyáltalán nem így van, szerkesztő úr, tehát lehet, hogy az itt megforduló közgazdasági szakemberek erről számolnak be, viszont az emberek, a munkavállalók abszolút nem erről számolnak be, és ez nem lett véletlen, hiszen miniszterelnök úr is nemrég azzal csábította ide a szaudi befektetőket, hogy itt nagyon rugalmas a munkatörvénykönyve, és meglepően alacsonyak a munkabérek, tehát alig ha a munkajogi védelem az, ami erős oldala Magyarországnak. Tehát nyilvánvalóan ezeket a Jobbik programjában én úgy olvastam, és úgy tudom, és azt képviseljük, hogy nyilván nem, ezeket nem kell azonnal kitessékelni az országból, de meg kell követelni, hogy emberhez méltó jövedelmet biztosítsanak, bevonjanak ugye magyar alvállalkozókat minél nagyobb számban, és olyan munkajogi védelmet biztosítsanak, ami megilleti az anyacégnél is a munkásokat, munkavállalókat, illetőleg amit az Európai Unió is több vonalon ugye előír. Innen folytatjuk a hírek után. Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti Lista vezetője, az Aréna vendége. Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti Lista vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. A magyarországi devizahitelesek ügyében is folyamatosan aktívak. Mi az önök megoldása arra, hogy a kérdés véglegesen rendeződhessen? Hát, hogy véglegesen rendeződhessen. Erről talán Zé Kárpát Dániel kellene megkérdezni, mert ő a devizahitel kérdésnek a specialistája a Jobbikban. Én ezt is hát olyan oldalról néztem meg, hogy ugye folyamatosan vita volt arról, mert itt megint csak mondom, itt értékrendbeli kérdések ütköznek egymással. Tehát nem tartom helyesnek azt, hogy, hogy velem gazdasági kérdésekről beszél szerkesztő úr, és tegnap pedig Pelc nével ugye szintén gazdasági kérdésekről, akinek ez a szakterülete. Jó lett volna, hogyha mondjuk őt is kérdezi akkor emberi jogi kérdésekről, vagy pedig egyáltalán értékrendbeli kérdésekről, hogy egyáltalán kinek az érdekében politizálnak. Mert mondjuk ugye a devizahitel kérdésnél is felmerül az, hogy mekkora felelősségük volt ugye ezeknek az embereknek, ezeknek a hiteleknek a felvételében, és én készítettem mély interjúkat emberekkel, akik elmondták, hogy tulajdonképpen meg egyáltalán, hogy a bankoknak mekkora felelőssége van, mert ez egy alapkérdés, hogy tehát hogy oszlik meg a felelősség a devizahitelesek, a bankok és az állam között. Ehhez, hogy az ember ebben állást foglalhasson, és hitelesen foglalhasson állást, meg kell kérdezni embereket, akik ilyen helyzetbe kerültek. Akikkel én beszéltem, azok sorozatban olyan emberek voltak, akik, ahogy már az első körben is beszéltünk róla, például, tehát tipikus példa, hogy kisvállalkozó, aki a lánctartozásnak az utolsó elemeként nem kapta meg, ami járt volna neki, tönkrement a vállalkozás, közben a felesége elvesztette az állását, ott tartottak, hogy az otthonukat kell eladniuk, ismerőstől kértek tanácsot, bevitték őket egy bankba, és közölték, hogy itt kell aláírni azt, hogy megkapják azt az összeget, amire szükségük van. Tulajdonképpen semmiféle feltételt el nem magyaráztak nekik, tehát jogi szempontból is ezek a szerződések nagyon durván ugye megkérdőjelezhetőek, és
hát tragikus helyzetbe került ez a család is, akire most gondolok, de találkoztam Miskolcon lakótelepen olyan fiatal lányjal, aki odajött hozzám és elmesélte, hogy az édesanyjával és az öcsével élnek egy lakásban, fölvettek devizahitelt arra, hogy a lakótelepi lakást egy kicsit helyrepofozzák pár millió forintért, az édesanyja elvesztette a lakást, vagy az állását, ő befejezte az iskolát, nem tudott elhelyezkedni, és ezért ki kellett állni az útra, prostituálni magát azért, hogy meg tudják őrizni az otthonukat. Tehát ennek a fényében én azt gondolom, hogy olyan helyzetbe kell hozni ezeket az embereket, minthogyha akkor tisztességes hitelt vettek volna fel, tisztességes feltételekkel. Igen, de akkor a tisztességes hitel, ugye forint hitel volt, idézőjelben a tisztességest, aminek jóval magasabb volt a kamata. Azért nem vette föl senki. Hogy lehet összeegyeztetni az emberi jogvédő attitűdöt azzal, hogy mi van, hogyha a bankrendszer bedől, amikor viszont mindenkinek rosszabb lesz? Tehát hogy kell hozzáfogni ezeknek a dolgoknak a rendezéséhez? Hogy fog hozzá? Hát ugye most a bíróságokon van a sor, bár hát erről is ugye megoszlanak a vélemények, hogy tulajdonképpen bírósági kérdése ez, tehát bíróságnak kellene itt dönteni, vagy pedig venni egy nagy levegőt az államnak, és hozni olyan jogszabályt, amivel rendezik ezeknek a szerződéseknek a sorsát. A legkülönbözőbb megoldásokat hallom, odáig bezárólag, hogy még igazából kártérítés is járna ezeknek az embereknek, akik rettenetesen dolgokon mentek keresztül amiatt, ami történt velük. Megint csak azt mondom, hogy a politikusnak a dolga egy ilyen kérdésben az értékrendbeli állásfoglalás, hogy kit kell védenie a meghozandó döntésnek, kit kell képviselni a meghozandó döntés során, ő ki mellé teszi le a voksát. Nyilván, aki a bankok értékrendjét tartja elsődlegesnek, vagy a bankok érdekét, az olyan megoldás kidolgozására fogja az ő gazdasági szakértőit felkérni, ami a bankoknak kedvez. Aki meg alapvetően a helyzetet megismerve az adósoknak az érdekét látja elsődlegesnek, az meg azt fogja kérni, hogy ennek megfelelő megoldást találjanak, mint ahogy még az igazságszolgáltatásban is így van, hogy hiába vannak objektív jogszabályok. Volt nekem egy kedves tanárnőm az egyetemen, aki azt mondta, hogy az igazi jogász az, aki minden ügy mögött, vagy minden ügyben meglátja az igazságos megoldást, és ha kell, 3 nap, 3 éjjel nem alszik addig, amíg az annak megfelelő jogi megoldást meg nem találja. És mit csinál a jó jogász, amikor az igazságos megoldás az egy nagyobb kör számára rossz megoldáshoz vezet? Ezt nem tudom, elképzelhető egy ilyen verzió is, nem? Hát nem tudom, hogy ki a nagyobb kör, hát mindenképpen ugye... Mi mindannyian például azok, akik nem vettünk fel annak idején devizahitelt, de működtetjük a bankrendszert, onnan akarunk hitelt fölvenni, de nem kapunk. Hát létezik egy olyan, hogy társadalmi szolidaritás egyfelől, másfelől pedig azért nyilvánvaló, hogy a legnagyobb súlyt a bankoknak kell vinniük, ugyanúgy, mint ahogy ugye az elmúlt években nagyobb összefüggésekben is az volt a politikai döntés, hogy a válságnak a terheit nem az embereknek, nem a családoknak kell viselni, hát ez persze nem volt igaz, mert azért nagyon is viselték, de ugye a bankok megadóztatásával, multiszégek megadóztatásával jutott az állam plusz bevételhez, és nyilvánvalóan itt ebben a helyzetben is a bankok lényegesen jobban át tudják vállalni ennek a terhét, és mondjuk semmilyen, hogy mondjam, szabály nincs arra, hogy a bankoknak feltétlenül akkora extra profitokat kell realizálniuk, mint amit realizáltak Magyarországon, ugye a teljes kiszolgáltatottság következtében. A bankok évek óta veszteségben vannak. Masszív veszteségben vannak Magyarországon. Hát akkor, a legtöbb bank. Akkor miért vannak még mindig itt? Azért, mert a tulajdonosaik eddig tolták bele a pénzt. Na, hát nem is tudtam, hogy ilyen karitász megközelítésű emberek a bankárok. Mi lesz volna, ha kivonulnak?
Tessék? Tudja képzelni, mi lett volna? Nem tudom, hogyha karitász alapon gondolkodnak, akkor miért csinálták ezt a mocsokságot a magyar emberekkel? Tehát miért hozták létre ezeket az aljas, bűnözői attitűdre valló devizahitel konstrukciókat, amelyek miatt azt gondolom, hogy börtönbe lenne a helye mindenkinek, aki ezért felelős. Tehát sajátos ez a megközelítés, hogy érezzünk együtt szegény bankokkal, mekkora veszteségeik vannak, ugyanakkor pedig bűnözőként fosztogatták a teljesen kiszolgáltatott, naív magyar embereket, akiket ugye 25 éve folyamatosan tesz naívvá például a média, ugye ők azt gondolják, hogy amit a tévében mondanak, akkor az valószínűleg úgy is van. Nagyon nehezen döntenek ugye összetett kérdésekben. Ahogy mondtam, a konkrét esetek kapcsán én megtapasztaltam, meghallgattam, hogy nagyon szorult helyzetben voltak. Tényleg szinte élethalál kérdése volt számukra, hogy megkapják ezeket a hiteleket, és ezt kihasználni szerintem emberileg, erkölcsileg és jogilag is gyalázatos magatartás. Tehát mindenképpen, tehát hogyha én politikusként szakértőmet felkérem, hogy dolgozzon ki megoldást, vagy pedig, hogyha jogászként beleásom magam ebbe és megoldást keresek, akkor mindenképpen úgy gondolom, hogy ezen összefüggés mentén kell keresni a akkor megoldást. Akkor is, hogyha vége egy nemzeti pénzintézeti rendszer bedőlése. Tehát ha elvi alapon csináljuk, akkor eljuthatunk eddig? Én azt gondolom, hogy olyan remek szakértőkkel dolgozik együtt a Jobbik, meg dolgozom együtt én magam is, hogy ők meg fogják találni azt a megoldást, hogy nem fog bedőlni. Egyébként ugye a világban is azt láttam, hogy ha választani kellett, hogy az embereket támogassák, konszolidálják, vagy pedig a bankokat, akkor általában mindig a bankokra esett a választás. Tehát az lenne most már egy nagyon jó dolog, és mondom, mindig az értékrendből kell kiindulni. Tehát milyen értékrend mellett politizálok, milyen értékrend mentén döntök. Tehát, hogy ugye itt folyamatosan a bankok és a nagy tőke értékrendje érvényesült Magyarországon is, az Európai Unióban is, és a világban is, és ezen kellene valahogy alapvetően változtatni. És akkor már a szakértők meg tudják hozzá keresni a megfelelő megoldást, csak azt kell világosan látni, hogy a kinek megfelelő megoldást. Mint ahogy most is mindenki ugye azzal kampányol az európai parlamenti választási kampányban, hogy a magyar érdekeket fogja képviselni. De kérdem én, kinek a magyar érdekét? A földrabló oligarcháét, vagy pedig mondjuk a kisgazdáét. Az európai rendszeren, az európai parlamenten, az Európai Unión belül látják ezt jól képviselhetőnek, vagy ahogy a programjuk mondja, megkezdenék a szerződés újratárgyalását? Hát az még belül van, ugye, a szerződésnek az újratárgyalása, mert a csatlakozási folyamat is olyan volt, hogy ugye teljesen gyakorlatilag fű alatt zajlott, folyamatosan ott is egyfajta értékrendet képviseltek, és a csatlakozási szerződés is olyan gyalázatos feltételekkel került megkötésre, amely ezt a bizonyos érdekcsoportot szolgálja, például ugye a föld, most ez a legaktuálisabb és legfontosabb kérdés, tehát ezért igyekszem erre mindig visszatérni, tehát hogy például a föld ugye a tőke fejezetbe került, ezt nyilvánvalóan újra kell tárgyalni, mert nem lehet máshogy megoldani a magyar föld magyar kézben tartását, mint úgy, hogy a tőke szabad áramlása fejezetből ki kell venni a termőföldet, ami nem tőke, ami nem spekulációnak a tárgya, hanem a helyben élő emberek megélhetésének a forrása. Hogyan kezdenék el kivenni a tőke fejezetből? Az Európai Uniónak kellene kezdeményeznie, Magyarországnak kellene kezdeményeznie, vagy valamilyen más technika is van erre? Hát ebben jó híreim vannak, mert egyre nagyobb a felháborodás a földrablások miatt az Európai Unióban is. Tehát a földrablás az eddig a harmadik világra jellemző jelenség volt, tehát gazdag országok, gazdag vállalatai rabolták a földet a harmadik világban. Most ugyanez a folyamat nagyon komolyan folyik az Európai Unióban, ugye különösen a régi tagállamokban, vagy az új tagállamokban. Most például az Európai Parlamentben nemrégiben egy meghallgatáson egy román kis gazda számolt be elkeseredetten arról, hogy szereznek meg több ezer hektárokat külföldi nagy
tőkések. Ugyanez van egyébként Magyarországon is, tehát már most külföldi tőkések kezében van hatalmas földterület. Tehát össze kellene fogni azokkal, akiknek hasonló fájdalmuk van, és elkezdeni képviselni a sértetti oldalt, az áldozati oldalt. Tehát eddig ugye tudjuk azt, hogy mondjuk az Európai Parlamentben csak a bankoknak 1700 fizetett lobbistája van, tehát nagyon erősen képviselik azoknak az érdekeit, akik valóságos vagy potenciális földrablók, és nagyon kevéssé képviselik az érdekeit a kiszolgáltatott embereknek, illetőleg azoknak az országoknak, akik tenni szeretnének az ellen, hogy a földjük külföldi kézre kerüljön, és ilyen módon, hát akárhogy is szépítjük, palesztin sorsra jusson az adott ország. Kivel sikerült összefogni 2009 óta abban, hogy a földkérdést úgy rendezzék, ahogyan ez a Jobbik szerint megfelelő? Hát civil szervezetekkel, civilekkel, a gazdatanácsok szövetségével folyamatosan együtt dolgozunk, ugye ez az ominózus Kossuth-téri tüntetés, amin egy hete egész más összefüggésben rugózik a magyar sajtó és média, ez is a gazdatanácsok képviselői által szervezett tüntetés volt, vagy hát velük együtt szervezett tüntetés, ahol ők ugye elmondták, hogy mi is folyik tulajdonképpen vidéken, tehát mi a valóság, mi elmondták azt, illetőleg elmondtuk azt, hogy hazugság azt, amit a földtörvényről állítanak hivatalosan, mert hiszen igaz, hogy az van a földtörvényben, hogy külföldi nem szerezheti meg a magyar termőföldet, csak éppen ott van az értelmező rendelkezésben, hogy külföldi az, aki nem polgára az Európai Uniónak, vagy társult államának, tehát az osztrák, a német, a spanyol és a többi megszerezheti a magyar földet, tehát el kell kezdeni egy nagyon komoly, és el is kezdtünk már, nagyon komoly és elkötelezett hogy is mondjam, szemkinyitás, tehát, hogy egyáltalán érezzék azt, hogy miről is van itt szó, és ugyanúgy, mint ahogy a harmadik világban is, és ugyanúgy, ahogy Európában is egyre több helyen, hatalmas társadalmi mozgalmat kell szervezni arra, hogy kierőszakoljuk a magyar kormánytól azt, hogy tárgyaló asztalhoz üljön a csatlakozási szerződés felülvizsgálatára, és ugye, hogy az Európai Uniót is több más országgal együtt, tehát a földrablás áldozataiként élő országokkal együtt. De vettek már föl kapcsolatot olyan pozícióban lévő képviselőkkel, akik a saját hazájukban ugyanazt képviselik, mint amit a Jobbik Magyarországon, és ezeknek a szövetségeknek van már valami eredmény? Elmúlt 5 évben? Hát az elmúlt 5 évben az eredmény, amit le tudok tenni az asztalra, és ami megtekinthető egyébként más képviselőkkel és más pártokkal ellentétben az én felszólalásaim és munkám követhetőek és átláthatóak a morvaykrisztina.hu oldalon, illetőleg a Facebookon. Amikor szembesítem az illetékes Európai Uniós biztost, amikor szembesítem az Európai Parlamentet azzal, hogy mi történik és mi folyik, és egyébként informális úton valóban vettünk föl kapcsolatot ilyen helyzetben lévő, illetőleg ilyen értékrendet valló emberekkel, képviselőkkel, például a románok, mondom, hogy ilyenek, illetőleg, hogyha kár, hogy most nem tudom hirtelen megmutatni, de többször kezdeményeztem olyat, hogy közösen szólaltunk föl bolgárok, románok és a másodosztályúnak tekintett tagállamok képviselői. Ha most fölidézem, azt hiszem, hogy a bolgár is független képviselő volt. Engem általában nem az szokott egyébként érdekelni, hogy milyen párthoz tartozik, hanem az értékrendje. Tehát bolgár független képviselővel, lengyellel, románnal együtt tartottunk közös olyan felszólalásokat, ahol kifejeztük a felháborodásunkat, és elmondtuk a tényeket, tehát hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy micsoda kizsákmányolás folyik itt, és micsoda jogfosztás, és hogy ebből egyre inkább elege van az új tagállamok kisvállalkozóinak, kisgazdáinak, munkavállalóinak, és nem fogjuk sokáig tűrni. És előbb-utóbb kénytelen szembesülni vele az Unió, és hogy ez nem mehet tovább. Ráadásul ugye ott van a másik oldalon például Anglia, akik
most nagyon erősen követelik, hogy a munkaerő szabad áramlása kérdésében nyúljon bele az Európai Unió, ugye magyarul le akarják állítani az oda áramló gazdasági migrációt, tehát nyilván itt egyfajta érdekegyeztetésre is lehetőség és szükség van. Tehát ott nem bírják már fogadni az elmenekülő gazdasági migránsokat, ugye nem jó szó ez, hogy elmenekülő, de hát hogy Nyugat-Európában szerencsét próbálni kénytelen magyar embereket, vagy hát kelet-európai embereket, mi pedig nem bírjuk tovább azt a súlyt, ami nehezedik ezekre a másodosztályúnak tekintett országokra, például a földrablások, vagy azok veszélye által, és hát a multicégeknek a tevékenységével, ahol, ahogy mondtam, rendkívül alacsony bérekért teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoztatják az embereket. A személyek szabad áramlásának elvét is kivennék, vagy beletennék az újra tárgyalandó témák közé? Hát ugye ez egy érdekes kérdés, hogy nemrégiben kellett erről szavazni, és akkor szavazatmagyarázatom is volt, ahol elmondtam, hogy milyen nehéz volt nekem igen gombot nyomni arra, hogy megint megerősítették, hogy jogi értelemben legalábbis egyenlő jogaik vannak az Európai Unión belül migráló, hát gyakorlatilag kelet-európaiaknak, ugye, mert tipikusan nem az osztrák munkavállaló vagy a német munkavállaló jön Magyarországra, hogy itt mondjuk tányért mosogasson, vagy hasonló. Tehát, hogy arról szólt a jelentés, hogy minden vonatkozásban egyenlő jogaik kell, hogy legyenek. És természetesen igen gombot nyomtam azért, mert tudom, hogy milyen sok honfitársunk van kint, akiknek ténylegesen egyenlő jogaik kell, hogy legyenek. Ugyanakkor nem tartható a végtelenségig az, hogy minden ápolónő el fog menni, minden orvos el fog menni, mi lesz Magyarországon, hogyha ez így folytatódik. Tehát itt nyilvánvalóan, ugye egy szolidáris Európáról beszélnek, egyenlő elbánás és egyenlő méltóság, ugye szintén európai alapértékek, 10 éve vagyunk az Unióban, és úgy érzem, úgy látom, hogy egyre inkább távolodunk attól, hogy egyenlő helyzetben lévő, vagy azonos helyzetben lévő tagállam legyünk, és a munka, tehát a személyek szabad áramlásának, munkaerő szabad áramlásának kérdését is ennek fényében kell valahogy újra gondolni. Nyilván nem az a megoldás, hogy bezárjuk Magyarország kapuit a kimenni szándékozó magyar emberek előtt, hanem az, hogy olyan helyzetet teremtünk Magyarországon, hogy ne kelljen annyi embernek elmennie. De akkor a szabad áramlás az ugyanúgy lehetne, mehetnénk tányért mosogatni az ausztriai síjcentrumokba, ha többet keresünk ott, mint itt. Hát ilyen elképzelésük nincs, hogy ezt valamilyen módon korlátozni. Rökhöz kötni a magyar embereket? Nem hiszem. Nem, hát miért kellene? Na de hát bolond lenne az, aki egy ilyen gyönyörű országból, egy ilyen káprázatos Magyarországról, a családjától, a szeretteitől, a barátaitól, a közösségétől hosszú időre elmenne, akkor, hogyha itt is méltóságban élhet, hogyha itt is jól meg tud élni, és hogyha emberként kezelik. Mert ugye ez a másik probléma, amiről beszámolunk. Őket is hallgattam nagyon nagy számban, tehát a gazdasági migránsokat, akik elmondták, hogy alapvetően két dolog miatt mentek ki. Az egyik a jövedelmi viszonyok, a másik pedig a bánásmód. Tehát egyrészt a munkahelyi bánásmód, másrészt pedig egyáltalán az a fajta közérzet Magyarországon, ahol nem érzik azt, hogy igazán ember számba vannak véve. Tehát az itthoni munkahelyi környezettel és bérrel nem voltak elégedettek, azért mentek el Európa más országába, mert ott ebből a szempontból jobbat kaptak? Természetesen, igen. És akkor ez marad? Hogy érti, hogy marad? Ez a rendszer működhet továbbra is, ezt működhet. Nem, olyan gazdaságot kell csinálni Magyarországon, hogy ne kényszerüljenek az emberek arra, hogy elmenjenek. Ezt próbáltam az előbb mondani, csak úgy látszik, nem elég érthetően, pedig meglehetősen életszerű volt szerintem, amit mondtam. Nem mondtam ezzel különösebb újdonságot, hogy olyan helyzetet kell teremteni, hogy ne kelljen elmenni magyar embereknek, mert az is nagyon szomorú volt számomra, amikor ezt a jelenséget a harmadik világban láttam. Sose
felejtem el. Először Manilában a repülőtéren láttam, hogy tömegével búcsúznak el gyerekek az édesanyjuktól sírva, és kapaszkodnak beléjük, és mondják, hogy anya, ne menj el, és az édesanyja kénytelen fölülni a repülőre és elmenni a gazdagabb országba, mert csak így tudja a gyerekét eltartani. És amikor kimegyek itt Budapesten a repülőtérre, akkor is egyre több olyan jelenetet látok, hogy bizony sírnak a hozzátartozók, amikor ismét fölül a repülőre a felnőtt fiúk vagy lányuk. Nem azon az eseményen rugóznék, amin szerint a magyar sajtó jelentős része rugózott, hanem egy másikon, egy május 1-én, ahol az Európai Bizottság itteni képviseletére szögezett ki Gaudi Nagy Tamás egy petíciót, amiben az áll, hogy egyebek mellett 5 pontban az áll, hogy kezdje meg az Európai Unió a csatlakozási szerződés újra tárgyalását, meg az is, hogy zárják be az itteni képviseletet, és menjen mindenki oda a multikulti Brüsszelbe, ahova akar, és csinálják ott azt, amit itt akartak Magyarországon csinálni. Bocsánat, kicsit hosszú volt. Miért vágynak annyira Brüsszelbe önök is, ha ez olyan rossz hely? Hát azért, hogy egyet bemutassuk a magyar embereknek, úgy, ahogy eddig is tettük, a valóságát Brüsszelnek, tehát kvázi megnyissuk a brüsszeli ajtókat, megmutatom, hogy a plenáris ülésen a 766 képviselőből jelen van 25, ugye azt mondják, hogy hát nyilván a szakbizottságban végzik a munkát, benézünk a kedves választópolgárokkal együtt a szakbizottságba, kiderül, hogy ott vannak 80, mondjuk 80 helyet, tehát akkor hol lehetnek, nyilvánvalóan a több ezer fizetett lobistával egyeztetnek, és veszik át a kívánságlistákat arról, hogy hogyan is kellene eldönteni, és hogyan kellene szavazni. Egyrészt, tehát hogy ide elhozzuk az Európai Unió valóságát, és az Európai Parlamentbe pedig elvigyük a magyar valóságot, ugyanis ez is nagyon jól végigkövethető azokon a felszólalásaimon, és abból a munkámból, amit sajnálatos módon ugye 5 éven keresztül abszolút nem mutatott be a magyar sajtó vagy média, tehát csak internet útján tudtam terjeszteni, hogy az Európai Parlamentben mindig úgy beszélnek általánosságokban, hogy abszolút nem mutatják be a kelet, vagy a közép-európai, vagy esetleg kelet-európai, tehát az új tagállamoknak a valóságát, és a magyar valóságot. Tehát mondok egy példát, munkaügyi felügyeletről vitázunk ez egyik ülésen, és hát kénytelen vagyok elmondani, hogy azért amikor a munkaügyi felügyeletre vonatkozó szabályozást összeállítják, vegyék már tekintetbe azt, hogy ez mondjuk Magyarországon úgy megy, hogy adva van egy kereskedelmi lánc, ahol kettős nyilvántartása van a munkaidőnek, az egyik az, ami a jogszabálynak megfelel, mert nem egy ilyen kereskedelmi lánc van, hanem ez a tipikus, hogy az eladóknak, pénztárosoknak alá kell írniük egy jogszabálynak megfelelő nyilvántartást, és egy tényleges nyilvántartást. És amikor a munkaügyi felügyelő oda megy, akkor érdekes módon a jogszabálynak megfelelőt fogják mutatni. Egyes pont, kettes pont, nincsenek szakszervezetek Magyarországon, nincsen érdekvédelem. El tudtam mondani ezt például az Európai Szakszervezeti Uniónak a vezetőjének, hogy tudnak-e ők arról, hogy itt nem engedik a külföldi cégek, multiszégek, és valószínűleg ugye a magyar nagy cégek sem a szakszervezethez tartozást, az érdekvédelmet. Tehát, hogy itt egészen más helyzet van, vagy az előbb említett példa, hogy amikor a kisgazdáknak a helyzetéről beszélünk, akkor az ő számukra ismeretlen helyzet az, hogy ott a kisgazdáknak olyan dolgokkal kell megküzdeni, mint mondjuk a tömeges bűnözés, amely ellen az állam nem lép fel, holott például a bűnmegelőzés sértetti jogok képviselete egyrészt most már kötelező is az Európai Unióban, másrészt pedig a Soros elnökségnek is prioritási területe volt, vagy például a kisvállalkozók helyzetével kapcsolatban is számos ilyen felszólalásom volt, ahogy tájékoztatom őket, hogy nem lehet azonos módon gondolkodni az osztrák kisvállalkozásokról, meg a magyarokról, mikor Magyarországon 50 éven keresztül kommunizmus volt, elvették a kisvállalkozásokat, teljesen a semmiből kellett új kisvállalkozásokat indítani, közben ugye itt áramlik be a hatalmas konkurencia, a nagy cégek keretében, folyamatosan kapom ezeket a leveleket, ugye most tartok egy tematikus sajtótájékoztató sorozatot a 2 hét alatt, ami hátra van a választásig, ahol bemutatok egyes, ahogy mondom, tematizált kérdéseket, mint emberi jogi kérdéseket, tehát a munkavállalók helyzete, vagy a munkavállalójogok, mint emberi jogi kérdés. Holnap vagy csütörtökön fogok egy olyat tartani, hogy
hogy földrablások kontra élelmiszer önrendelkezés, avagy a vidék és a föld jövője az Európai Unióban és Magyarországon, a kisvállalkozók helyzetéről, és a többi. És jönnek nagyon szépen a levelek, a kisvállalkozók is írtak most is, meg egyébként is szoktak írni, hogy tipikus helyzet, hogy van egy kicsi élelmiszerüzlete, ahol egyre nehezebb a túlélés, most már lassan a költségeket sem tudja megkeresni, mert kontrollálatlanul nyitnak rá a külföldi üzletek, és egyszerűen elveszíti a megélhetését. Tehát ezeket a szempontokat be kell hozni az Európai Parlamentnek a diskurzusába, a vitáiba, a döntéshozatalába, és nem csak a tehát egyfelől a magyar szempontot, tehát a nemzeti érdeket, másfelől pedig differenciálva, hogy akkor pontosan kinek is a nemzeti érdekét, és mi konkrétan azt vállaljuk, és azt képviseljük már 5 éve, hogy a munkavállalók, a kis és közepes vállalkozók és a kis és közepes gazdáknak az érdekeit preferáljuk a nagy tőke és a bankok érdekeivel. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti listavezetője volt az Aréna vendége.